Sziasztok! Egy parti pecára adtuk ma a fejünket. Igen, esemény dúsra sikerült. Tartsatok velünk a filmben, egy nyereményjáték következik majd. El van rejtve egy kulcs szó a filmben, úgyhogy kövessetek minket. Egy ilyen Street Fighter Drop and Jig bot az én kedvencem. 3-14 grammos, őt lehet majd megnyerni, hogyha kommentben megírjátok ezt a kulcs szavat. Rendkívül fontos, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, ugyanis ez lesz a feltétele annak, hogy megnyerjétek ezt a botot. Na de ne szaporítsuk tovább a szót, kezdjük is neki a filmnek. Gyerünk! Szép jó reggelt! Madárcsi csergés falkan. Itt van a titkos kis zacskó, ugyanis most a Petiék nagy csukára mennek. Én viszont, tudjátok, kis kapófogokra. Úgyhogy én süllőzni fogok, meg sügerezni, ha jön csuka-csuka, egy ilyen nyári reggelen ejtünk egy kis parti pecára. Reméljük, hogy tudtunk nektek majd mondani egy-két jó dolgot, mutatni egy-két jó technikát. Finom pecával pecázunk. Kicsit fáj a szívem, hogy nem 28-as vonat van fönn, de hát majd meglátjuk, mi lesz, jó? Na gyertek velünk! Yeah, I don't mind, I'll do it for the hell of it, yeah. Elevate bars, I regulate, yeah. UK, wheel up the tune, just meditate. If he didn't get it by now, then it kinda late. Man thinks he's a bad man, but he's kinda bait. Live every day like it's my last, celebrate. Mind on the task, recalibrate. Loaded, loaded, strike with the lyrics like I'm bowling, bowling. Keep pushing on, keep rolling, rolling. Didn't wanna listen, but I told him one more time, your favorite MC's bonds are silver. Too bad these vibes here are golden. Cards on the table, there's no folding. Spit more than a clown. Jaj, Peti. Ja? Ilyen, nagyon mély a víz. Azt hittem, hogy de azért a balossal megtartottam meg. Azért a combizom azért ott van. Lépett egyet, és úgy, hogy a Kristóf emlékszel, amikor... Ja, beestem a jövő. Ja, ott fehérvel csörgött. Figyeld, a jobb lebet, figyeld. Hopp! Egyet emeltem, és bang! Szóval, hiába próbáltuk a part mellett egyelőre, akármennyire nevetséges, próbáltuk egészen finom cuccal, sügereket meg a csukákat, és nem volt kapás. És gondoltam egyet, felraktam egy 14 grammos kis pörgetyűs kis újdonságot, és megpróbáltam bejel. És van egy nagyon-nagyon pici, puhább rész, egy olyan 20-25 méterre, és utána egy picit keményedik. Valószínűleg egyébként ez attól van, hogy a helyiek, akik ide járnak, ezeken a helyeken azt a távolságot pecázzák, és ott egy picit kifürdi a hal. Érzem is, hogy egy picit keményebb, és ezekbe a gödrökbe jönnek a kapások. Olyat oda ken neki, hogy nézzétek, mindjárt látját. Fogjátok. Szóval láthatjátok, fehemensen, tehát agresszívan kapja be. Nem az, hogy most, amit szokott lenni, amikor időszak van, hogy azt mondjuk, hogy bezzeg, akkor csak épp, hogy bekapta, meg épp, hogy kapásunk volt, meg csak leállaszta, meg ilyenek. 22-23 fokos a víz, tele van kis halal, és olyan kapásaink vannak, hogy botrány. Tehát ellentétben a régi gondolataimmal. Én azt mondom, hogy az egyik legjobb pecáim néha süllőre, nem csak ezekre a kisebbekre, hanem jobbakra is, főleg süllőre, a legnagyobb melegben van, sőt, délben. Nézzétek meg, 14 grammot úgy letorkoztam, mint a szél. Nyilván, hála Istennek,
gyors, kíméletes fárasztás után Peti gyorsan vissza fogja engedni, de nagyon jó kapások vannak. És annyi volt, hogy váltottunk csalit, meg váltottunk távolságot. Azt gondolná az ember, hogy árnyékos oldalon vagyunk, oda süt a nap először, tehát itt nyilvánvalóan a szélébe biztos, hogy itt van a hal. Egyetlen árva kapásunk se volt. Ben 30-ra. Ott, ahol etetik ezeket a helyeket, és onnan húzzuk a halat. Nyilvánvalóan, hogy egy kicsit később meg fogjuk próbálni nagyobb csalikkal. Hát én nem ekkorával fogok pecázni, hanem majd meglátjátok, mert vannak benne szép csukák, és megpróbálok majd abból fogni. Tegnap a tieknek elment egy gyönyörű méter körüli csukája, de majd kicsit később, úgyhogy most toljuk tovább a pecát. Igazi parti peca. Hogy miért is szoktam mondani, 240-es a bot, ilyenkor megint jól kijön, mert beljebbről jönnek a halak, és egy picit fölfelé, amit látjátok, az előző is lehetett látni, hogy fölfelé húzom, meghúzom fölfelé, felemelkedik egy 60-80 centit vissza, felemelkedem, és a szög, amit dobok, az teljesen más, mint hogyha rövidebb a peca. Igazából most még jobb lenne, egy picit hosszabb, még hosszabb lenne a bot, de nagyon-nagyon ritkán lehet hosszú botot találni, ami jó dobósúlyba is, viszont a csalinak a mozgása sokkal nagyobb íven van, ezért számíthatunk bízva-bízvást kapásokra. Több az út, amit megtesz. És hogyha fönn vannak például vízközt kora reggel a süllők, akkor lehet, hogy ezért van több kapásunk. Úgyhogy most egy 240-es botot használok megint, 5-21 gram, Spinfinesz Terminator széria, egyszerű egytalpas, de jó minőségű szikgyűrű, és egy kis priz morsóval, amin egy 10-es fonot van, látjátok, egyszer beszakadtam, úgyhogy alig van rajta zsinór, de működik. Ledurantotta. Csak is a setrőzajú flatti. Street Fighter. Én arrébb megyek, mert nem bírom a stresszt. Ilyen szép. Azért működik a rövid bot is, azért azt hozzátok. Ja, persze, egyértelmű. Hát nekem. Lacinak jobban a kezére áll a hosszú. Nem azért, hanem nekem nagyobb a csalim. Igen? Tehát, hát nehezebb, hát sokkal hány grammal dobált? Hát három. Na. Én 14-jel, tehát teljesen más. Én már egy szebbecske. Itt a víz fölött kíméletesen gyorsan visszaengedjük. Küldet, lássak azt! Hogy ide vissza akart menni? Előbb Laci említette, ő inkább a hosszabb botukat preferálja. Nekem a rövid pálcák sokkal jobban a kezemre állnak. Világéletemben ezekkel horgáztam. Hopp, most hallottam, Lacinak megint kapása van. Nézzétek csak! Megvan a hal? Laci folyamatosan szedi. Tehát ez igazi élmény horgászat. Kicsit itt hagyom a botot és átszaladunk hozzá, jó? Segítünk meríteni neki. Várjál, Laci, megyünk. Nagyon jó. De szép munka. Látjátok, nem hagynak minket szóhoz jutni. Nyárban jó idő van, és jönnek a halak. Végre! Nagyon a levenek! Na, nézzétek! Na, itt hagytuk a kis barátomat. Míg a Lacinak megmerítettük a halat, kiméletesen vissza tudjuk engedni. Tehát ott tartottunk, hogy én nekem ugye sokkal jobban a kezemre állnak a rövidebb pálcák. Jelen pillanatban a Street Fighternek a Drop and Jig botját tartom a kezembe, 3-14 gram, egy 2500-as Prismix orsóval, 10-es fonottal. Karakterisztikában ez egy igen gerinces pálca, de a tűspic miatt érzékeny, és kétrészes botról beszélgetünk. Azt tudni kell róla, hogy sokkal könnyebb ugye szállítani, mint az egyrészes botokat.
És nekem ez mindenkinek bátran ajánlom, lehet az kezdő horgász, lehet profi horgász, mert árérték arányban szerintem egy kiváló botot tarthat majd a tulajdonos a kezébe. És kicsit meggörbítem nektek, hogy lássátok. Felkeményedik, gerinces, és mégis érzékeny a spicce. Bátran lehet használni süllőzésre, sügerezésre, még akár a kisebb csukákhoz is. Egy kiváló partszéli pergetőbot. Még dobunk itt egy párat, aztán megyünk is tovább. Általában az esetek nagy százalékában, hogyha olyan vízre megyünk, amit nem nagyon ismerünk, vagy csak elmondások alapján segítik a pecánkat, akkor természetesen nem befelé kezdjük el a horgászatot, hanem a széleket kezdjük el, főleg, hogyha csukára lehet számítani, meg sügérre. Ez nem azt jelenti, hogy bentről nem jöhet csuka, hanem sokkal jobban le tudjuk húzni a szélét, és hogyha mondjuk jobb halak vannak, akkor a széléről tudjuk a kapásokat elérni. Mi most egyelőre nem próbáljuk meg a csukát, kicsit később fogjuk más csalikkal, más helyen tovább menve, nagyobb csalikkal a csukákat, mert most esznek a süllők. Jó pár kapást sikerült elérni, de az előbb, amit a Peti mondott, hogy nehogy megzavarjon bárkit is, főleg aki most kezdi a horgászatot, én az egy dolog, hogy 2 méter 40, 60, 80-as, 70-es botokkal horgászok. De miért fontos ez? Azért, mert a Peti 3-3,5 grammal horgászik. Tehát ő egy rövidebb bottal, egyébként is jobban kézre áll, de rövidebb bottal el tudja úgy emelni a fenékről a csalit, kilebegtetni, akár fűrészfogszerűen, akár folyamatosan tekerve, vagy akár fölpöccingetve a csalit. Hiába rövidebb a bot, kisebb a súly, tehát ki tudja mozgatni úgy, hogy kapást érje vel. Nálam most direkt szándékosan kis vízbe 14 grammot húzok, én egy rövidebb bottal sokkal kevésbé tudnám, rövidebb lenne az út. Tehát én most azért is mondtam nektek, hogy szívesebben van nálam egyébként rövidebb bot, mivel befelé dobálok és bentről érem el a kapásokat, ezért most jobb a 240-es bot nekem, mivel sokkal nehezebb súllyal dobálok, és az rengeteg, tehát 3,5 gram és 14 gram között azért elég nagy a különbség. De látjátok, így is, meg úgy is el lehet érni a kapást, viszont a technika, a súly, ahogy húzza az ember, az fontos. Jó? Ezt csak el akartam mondani. Jövök, csak hozom a merítőzőt. Szákolást. Félkézzel, kamera másikba, üzé! Csoda! Partszéle, igen. Igen. Egy nagyobb plastikot kőrökkel. Setrőzajú Zander Pro-t. Látjátok? Nagyon elemébe van. Jó, nyugodj meg, nyugodj meg, nyugodj meg. Setrőzajú Zander Pro. Nagyon elemében van a srác. Vissza is engedem. Nem, egyszerűen nem lehet vele bírni. Nem hagyta nyugodni a lelkemet, hogy még csukával nem találkoztunk, úgyhogy fölraktam egy nagyobb 10 centis Zander Pro-t setrőzajú színbe. Arra gondoltam, hogy ha a süllőknek itt tetszik, akkor a csukáknak is fog. És a partszélét elkezdtem vallatni. Kristóf mindjárt megmutatja nektek. Itt ebből a bedőlt fás bokros részből sikerült kivárázsolni. Úgyhogy továbbaikban is folytatjuk, szaladunk végig a parton, és partszélét megszórom folyamatosan, és meglátjuk, hát ha jön még a következő. Oda? Onnan előről. Elkezdtem, megvártam, hogy lemegy. Külön szép lassan, ez a csukás bevontatása. Szóval most azt akarom megmutatni nektek, hogyha picit nehezebb súllyal horgáztok, akkor mindig fontos, hogy amikor felszedi a
horog a fenékről az ilyen dolgokat, ezek kulcsfontosságú dolgok. Itt folyamatosan már harmadszorra, negyedszerre, 15-20 méterre lerohadt nád darabokat húzok ki. Az annyit jelent, hogy itt biztos, hogy volt régebben egy pici kis nád sziget vagy egy vonulat, rajta állnak a halak. Olyan kapáson volt az előbb rajta, keményebb is a rész, tehát mindig nézzétek meg, ha elakadtok, jó, hínár az nem annyira fontos, de az ilyenek nagyon-nagyon beszédesek, egybe fogjátok érezni, hogy az a területen picit más valami, és az megtartja a halat. Hosszú kapástalan időszak után, ami fél óra volt itt, a harmadik vagy a negyedik helyről megállva, érdekes, azért nem állunk meg sokat, bedobunk, húzok 4-et, 5-öt, 6-ot legyező alakba végigdobálom, és utána egyszerűen szépen megyünk tovább. És ez se nagy, de szinte fel... Ez így életszerű. Pont ezt akartam mondani, hogy felüdülés egy ilyen jó időben. Járkálni, sétálni, leülni, inni egy jó hideg üdítőt, beszélgetni egyet, süt a nap, jó idő van, és közben fogni a halat. Hát ez ritkán adatik meg az embernek, de most itt vagyunk, de látjátok, most ez lemaradt. Ilyenek is kell lennie. Az az igazság, hogy most már elég régóta pásztázzuk itt a partot. Eljöttünk a tónak a hátsó részére. Próbálkoztam a part szélét is továbbiakban csukára. A régi, jól bevált Fire Tiger Zander Pro, ami hála Istennek újra a színpalettán bent van, aminek én rendkívül örülök, és újra kapható lesz. Próbáltam, nem sikerült, de nem adjuk föl. Tegnapi nap folyamán a Gyurival a tónak azon a részét csónakkal pásztáztuk, amit nem érünk el partról. Egész jó sikereket értünk el. Több süllőt is sikerült egy rövid ideig lencse végre kaptunk. Egy csukával is sikerült találkozni. Épp, hogy megfogta a harmadikra. Háromszor oda vert neki. Nézzetek meg hova. Ugyan le is jövök. Épp, hogy. De megfogtam. És látjátok? Rajta van egy kis apjóca, len vannak a fenéken. Ennyi tartotta meg. Ennyi volt az egész. De megtartotta. Visszadobjuk. Szerintem be fog ugrani, már süllyedek. Menj, öreg! Jó volt. Láttam az egészet. Oda nézott a fölött. Hát ott is feljött a... Igen, buzi. Ja. Nézzet, hagyjász az. Már egy, is itt a következő. Ha egy üzletbe indul. Lacinak nagyon megy. Egy-két szót erről a helyről. Szakmányban folyamatosan minden helyet végigdobálok. Gyorsan visszaengedjük a halat, jó? Szóval minden helyen megállok és 4-5-öt dobok. Azért használok még mindig 14 gramot, mert messzebbe tudok érni. Hát ott vannak benn most pillanatnyilag a süllők, ahova innen a parti pecások eldobnak fenekezővel, etetőkosárral, elérik azt a sávot, és hogy dobom, ahol érzem a kicsit keményebb részt, valószínűleg oda etetnek a legtöbbet, onnan fogják, ezekben vannak benne a süllők, és azonnal jön a kapás. Tehát hosszú dobás, fenéken csúsztatva, és a fenék fölött, amikor érzem azt, hogy nem iszapon, vagy nem ragad le a csali, hanem picit megkönnyű, ott megemelem, és ott azonnal ledurantja. Keresni kell az ilyen helyeket minden vizen.
így nem kellett visszaengedni. A nap sztárja. Mutatnám, váltottam, nekem is váltanom kellett, mert az az igazság, hogy a Laci nagyon nagy távolságokat tud megpecázni, és úgy néz ki, hogy ott a belső részen vannak a kapások ahhoz, hogy meg azt elérjük, ugye nekem is nagyobb fejjel kellett operálnom, én egy csebúval próbálkozok a továbbiakban. Ha nézitek a fórumainkat, akkor már többször hallottátok, több vízen is bizonyított, hengertestű korong farkuk is kedvencem, úgyhogy ebben fogok a továbbiakban próbálkozni, hogy a nagyobb távolságot elérjem. Nézzük át, ha lesz majd kapás. Nagyon jó erőben vannak, nem azok a nagyok, de nyár van és nagyon jó kis élménypecánk van. Próbálkozunk más csalikkal, tehát nem mindig ugyanazzal, hasonló technikákkal, de látjátok, ez is működik. Hát dobom a következőt, mert hát ezt egyszerűen nem lehet abba hagyni. Reméljük, hogy ez most egy 10-15 centivel nagyobb lesz. Súlya az nem rossz. Amikor egyszerre van kapás. Igen, ez a duplázás. Szerintem ez a egyik legszebb, amit ma fogtam. Egy jó erős kapásra jelentkezett. Petinek is ide menj, Kristóf, oda menj, Kristóf. Kristóf nem tudta, hogy hova rohanjon. Úgyhogy ide is rohant, meg oda is rohant, és a végén megfogtuk. Úgyhogy most vissza is engedjük őket. Nézzétek meg, milyen egészséges. Nagyon erősek a halak. Igaz, hát egy ilyen nyári nap élménypeca. Ez tényleg élménypeca. Most nem nézzük a hőmérsékletet, nem nézzük a légnyomást, csak pecázunk, dobálunk és fogjuk a halat. Ez egy jó peca. Igen, megeszünk. Hey ho, hey ho, vigdalt dalolni jó. Ezt kell meg itt elárasztani. Hey ho, hey ho. Jó, Istenem. Na, eljutottunk arra a pontra, hogy van ott egy kiszemelt, eléggé frekventált fás rész, és úgy döntöttünk, hogy még az utolsó percekben azt még megpróbáljuk. Úgyhogy lehet, hogy ad nekünk valamit. Ja, dobunk egy párat, volt egy-két jó kapásunk, fogtunk egy jó pár halat. Nagyon jó az idő, ez látszik rajtam. Meg a súlyfölösleg és a dinnye, ami a hasonban. De teljesen mindegy, itt lehet látni a középső zónát. Az etetéseket pecázzuk, számtalan süllőt fogtunk, egy kilós nagyságba körülbelül. Hát én nem tudom, mennyi kapásunk volt, de hát az ember... Hey, ha ilyenek lennének a ráckevés soroksári kis Dunán. Mi? Több csalival, több módszerrel. 5 kilométerre a háztól? Igen, igen. Na biztos nem lenne benne ennyi hal, mint ahogy nincs is. Na, egy szóval... rendkívül eseménydús nap voltam. Igen, jó meleg van, ilyenkor nem eszik a süllő. Általában szokták mondani. Mert ilyenkor ilyen melegben nem fogják, de mi ilyenkor fogjuk. És amikor novemberben lemegyünk, és kéne, hogy fogjuk, akkor meg nem jön. Hát, fölborult minden. Úgyhogy teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy most igazán jól érezzük magunkat, végre árnyékba sétálunk, és utána ott a tolóhullám, meg is dobáljuk ezt a részt, hát ha fogunk még valamit. Várjál, nyugi! Nyugi! És először is azért tényleg jó lenne nem esni bele. Nem esek bele, voltam már benne. Nem kéne ezt ide rakom. Itt voltam végig, stabil helyzetben van az egész fa, nem inog, ott dropshotoltam mind a két oldalán. Na jó. Monsieur! Parkour projekt. Nézzétek! Let's go! A gerenda ura. Így van. Csak úgy, mint Tarzan mezitlán. Ne haragudjatok! A belsőkén! Biztos, hogy bepisáltok! Gyerekek, itt testem előtt van erre a gerendán is. Jaj, figyeljétek a testet előtt!
megverifikálunk a helyet. A nyereményjátékhoz a szó csűzió. Mai nap legkisebbje. Peti a... Mi? Ma mindjárt. Á! Hallod? Elegem van ebből az egészből! Hát ezt nem lehetett máshogy kibírni ezt a hőséget, gyerekek! Hát ez csak így! Biztos, hogy nem van. Azt azért vágjátok, hogy a... Kust nálad van? Akkor én bemegyek oda! Szavasztok!